Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és ahogy megígértem a Revenant bemutató videóban, fogunk egy kicsit mélyebben is foglalkozni ezzel a Warframe-mel. Eljött az ideje, és hát ahogy ismertek engem, én elviszem és letesztelem. És íme jöjjenek, kiemelem, hangsúlyozom a személyes tapasztalataim és gondolataim ezzel a Warframe-mel kapcsolatban. Szóval általában én is úgy szoktam, mielőtt megcsinálok egy bemutató videót, elmegyek és elolvasom a wikit, mit kell tudni erről az adott Warframe-ről, és mikor olvastam ezt a Warframe-et, felmerült bennem egy-két dolog és sejtés, ami be is vált a teszt során ebben a videóban, amit láttok, és ezen sejtések oka volt az, hogy nem soroltam fel azt a sok mindent, amit ugye leírtatok egyen-ketten, hogy én nem mondtam, tisztában vagyok vele. Sokszor már szerintem a jövőbéli videókban nem is feltétlenül szeretném mondani, max, hogyha egy ilyen mélyebb összefoglalót csinálok róla, mert azt vettem észre, hogy az embereket nem feltétlen az érdekli, hogy egy meg kettő az három, hanem inkább az, hogy milyen maga a Warframe. Nos, de jöjjön ugye egy videó, jöjjön egy komolyabb elemzés. A sejtéseim pedig ott indultak. Először is kiszerettem volna próbálni szólóban, megnézem, hogy szólósabb-e, jó-e szólóban, vagy csapatorientáltabb. Milyen ez a teljes Warframe, és ahogy próbálgattam, be is vált az a sejtésem, mégpedig hogy. Minek van ennek a Warframe-nek olyan sok bónusza, mert egy jó pár bónuszt ad, és egy jó pár ilyen apró ugye, különlegesség van azoknak, akik elolvasták a wikit, amivel ez a Warframe rendelkezik. Minek rendelkezik ez a Warframe ezzel, hogyha azért kell küzdjél, hogy életben maradj, ugyebár. Egy adott ponton látni fogjátok a videóban, és magatok is elmehettek, és megtapasztalhatjátok, toljátok ki ezt a Warframe-et minél jobban, ahogy szeretnétek, és közben hallgassátok meg, amit szeretnék mondani. Tehát, ugye különböző bónuszokat ez a Warframe, a csapat társaknak, mit tudom én, az ultiát fel lehet boostolni, ha lenyomod a klikket, közben elnyomhatod a hármas képességet, ez történik, hogyha ha a kettes képességet lenyomod, akkor megszédíti az enemit, ha lemegy a shieldje, akkor lesz egy ilyen robbanás, és ennyi, csomó ilyen bónusza van neki. De azon kaptam magam moton, és a mot egy nagyon jó teszt pálya, és ebből a szempontból broken, mint szar, de legalább megmutatja, hogyha moton ennyit kibírsz nagyjából, akkor az azt jelenti, hogy a rende szövervből dupla annyit bírsz ki, vagy még többet. És sok bónusz van ennek a Warframe-nek, de amikor már arra kerül sor, hogy életben maradás, akkor mindezek a bónuszok elvesznek. És hogyha te arra kell fókuszálj a csapatodban, hogy életben maradj, akkor nem tud nyújtani ezeket a bónuszokat. Szeretnék megmutatni nektek egy-két klippet most, hogy hogyan haltam meg moton, és utána kitárgyaljuk ezeken. Szóval láttátok ti is, moton előfordult az 40. percnél, hogy ott volt például a 6 full stack-em. Tehát az 6 lövés és instant eltűnt, tehát lelassítva minden, hogy nézhetitek, instant tűnt el az az élet. Jó, ez mod velejárója, ettől broken az egész. De ez nem jelenti azt, hogy amikor egy rendes survivoron vagy, 2 óránál jársz ezzel a Warframe-el szólóban, vagy akárhol, ugyanez nem fog megtörténni. Mert ahol moton 40 percnél kiadnak egy sebzést, azok a bizonyos mobok, rendes survivornél 1,5 óránál adják ki ugyanazt a sebzést, de meg fog történni. Jó, persze, manapság kimarad benne 1,5 óráig egy survivornél, mert csak én vagyok olyan hülye, hogy elmegyek abból élvezetből addig. Szóval ebből a szempontból ugyanez így megtörténhet egy rendes survivoron is. És kérdezhetitek, hogy akkor miért használtam az 1-es, 3-as, 4-es, de úgy használtam mindegyiket itt, ott, amott, de amikor már rohadt sok mindenre kellett figyelni, annyi enemi volt körülöttem, ráadásul kicsit nehezítettem is a dolgom, mert egy Fisher Survivor-re mentem el, tehát Prime cuccokat farmoltam, még több mob jött, még több felé kellett figyelni, és ugye ez egy kis nehezítés, hogy észrevegyem azt, hogy ennek a Warframe-nek egy idő után leszűkült a figyelmem a 2-es képességre. Én nem vagyok az a fajta
játékos, aki nagyon sok mindenre tud figyelni egyszerre a képernyőn, hogyha szólózom. Tehát, hogyha szólózom, akkor igyekszem tankosabb lenni, hogy csak a fő lényegre koncentráljak, a lövésre és a védelemre, és kész, el van tudva. Nem tudok annyi mindenféle. Ha van mellettem egy csapat, akkor nem probléma, mert akkor is ugye arra figyelek, ami a csapatban lesz a feladatom, és azt úgy meg tudom oldani. Lett volna egy csapat körülöttem, akkor ment volna egyes képesség, ulti többször, kettes képesség többször, tehát így minden egy jobb összhangba lett volna, mivel hogy volt egy védelem, lett volna egy védelem ugye a Revenant körül. Na most, ahogy játszottam vele, ez jött ki a legjobban az egészben. A Revenant a sok, pontosan azért, mert ami a wiki leír róla, a bónuszai miatt, a extra kis apróságai miatt, ami vannak neki, amiatt ezt a frémet én inkább megtartom egy csapat frémnek. Szóval felejtős a szólózás, amúgy is van 500 ezer szólózós frém már, és már tehát már tök fölösleges, hogy még ebből is egy endurance küldetéses frémet csináljak, de ordít róla, hogy csapatjátékos az egész. Tehát, ha csapat van mellett, egy aprócska védelem, akkor nagyon hálás, damage-es tud lenni, egy kis buff, de egy kis védelem tud lenni, apró extrákat hozzá tud adni a csapathoz, de ahhoz kell neki ez a védelem. De amint látjátok, tehát ha a para van, ha szólóban vagy, akkor semmi gáz, mert elmegy, simán megcsinálja, nem probléma neki, rendes survival and beam, tudsz menni. Ha majd később behozzák ezt az endgame-et, ahol 100, level 100-tól indulnak a mobok, meglátjuk, hogy az milyen lesz, és lehet ott már tesztelni sokkal jobban, sokkal nyugodtan, sokkal reálisabb körülmények között talán, mint egy moton, mert az a mot az gusztusra ebből a szempontból, de megadta azt a képet. És srácok, összinteztek veletek, egy egyszerű modolást tartottam meg, itt láthatjátok most ugye a képernyőn, semmi nagyon extra. Valaki kérdezte az egyik a bemutató videómnál, hogy ugye csak viccből raktam bele azt a Primed Vigort. És hogy összintelek, nem viccből raktam bele azt a Primed Vigort, ordít az egész Warframe-ről, hogy shield alapú. Ráadásul, hogyha a hármas képességet shieldes ellenfelek ellen használod, akkor feltölti a shieldet is. Ha nem shieldesek ellen használod, akkor csak életet tölt fel. Tehát így ordít róla, hogy adjál még egy kis több shieldet című történet. Az egész karakterreírás arról szól, hogy shield. Úgyhogy nem hiába, hogy megjön ez az extra shield, de ugye tudjuk, hogy Warframe-en a shield még elég gyenge lábakon áll, ezért az életről sem feledkeztem meg egy kis vitality formájában. Hogyha majd egyszer olyan lesz a Warframe, hogy kivédi az utolsó 1% megmaradt shieldet, kivédi a 150-es bombardnak a lövését úgy, hogy nem veszi le az életedet, mint egy ilyen utolsó mencsvári ki tud védeni, akkor azt mondom, hogy shieldre érdemesebb lesz buildelni, mint életre, de egyre nem így állunk, tehát hogyha fókuszálok shieldre, még mindig kell fókuszáljak életre is. Szóval nem viccből van benne, és amint látjátok, meghagytam ugyanazt a modolást, egy kis módosítással natural talentet beleraktam, mert egy Survivor esetében az fontos. Ezzel a módosítással ugye beleraktam a natural talentet, meghagytam ugyanazt a leegyszerűsített modolást, és srácok, tehát mondtam, elmentem 40 percet vele, le a kalappal. Tehát ez azt jelenti, hogy rendes szörvelben emek 100-110-120 perc, valami ilyesmi környékére simán el tudok menni ezzel a modolással. Kettő forma, kiegyensúlyozott mértékű modolás, hogy most ha belegondoltok, igen, lesznek rá eltolt, különböző eltolt modolások, mondjuk sok idő és erő, ugye, mert a kettes képessége, minél több erő, annál több stack, minél hosszabb idő, annál hosszabb időre altatja be az enemiket, hogyha rád lőnek. De akkor viszont ugye megszabadulsz a range-től, nem mint hogyha annyira kéne neki ebben az esetben, és megszabadulsz az effektivitástól. Ha megszabadulsz az effektivitástól, limitált leszel szinte csak a kettes képességre, mert hogy el legyen energiád arra, hogy mindig elkapcsolod a kettes képességed, mert ugye nem lesz effektivitásod. Akkor már fog kellene egy Zenurik, akkor már fog kellene egy Energize, akkor már fog kellene valami energiatöltő. Ebben az esetben, ebben a modolásban, ami nekem volt itt, szépen egyszerűen mindenre volt energiám. Amikor akartam egy kicsit ultiztam, amikor mindig volt energiám kettesre, lett volna energiám egyesre, csak elfelejtettem nyomkodni. Szóval egy ilyen kis kiegyensúlyozott, nem fogom túlerőltetni ezt a frémet, mert még ezzel a modolással is, hogy nem volt kiélezve valamiféle képességre, még ez a modolása is ilyen sokáig kibírta ilyen erős enemik ellen. Szóval
Azt kell mondjam, igen. A Warframe, ez a Warframe erős, de ugyanakkor a Digital Extreme nagyon jól észrevette, hogy hogy kell ezt a Warframe-et kibalanszolni, és hogyan adjanak neki egy végjátékot, ahol eléri a határait ez a Warframe, és még pedig arra gondolok, hogy úgy vettem észre, hogy ennek a Warframe-nak ott lesznek meg igazán a határai, ahol már eljön az a pont, hogy küzdenie kell az életben maradásé, mert hogy a mobok már annyira erősek, damage-elni már nem tudsz olyan gyorsan, és ott így meg van húzva a határ. Mondjuk mit tudom, azt mondom, hogy level 200-as szintnél már akkorát damage-elnek a mobok, hogy már úgyse akarsz bennmaradni, mert már csak küzdest, a csapatodat sem tudod támogatni, ha arról van szó, és már csak küzdöttük, úgy is kijöttök. A legtöbb játékos manapság a Warframe egy óránál tovább nem marad, de az átlag idő azt hiszem egy ilyen 20 perc talán, ami egy játékban van türelmük bennmaradni az embereknek, néha még kevesebb is, de talán az átlag az 20 perc. Hát bármelyik Warframe röhögve csinál 20 percet bármilyen küldetésen, ha arról van szó. És ez a Warframe pontosan beleilleszkedik ebbe a 20 perces rutinba. Mert olcsó, nem kell max két forma, vagy még annyi se, és erős ahhoz képest, hogy csak ennyi kell bele, hogy két forma, vagy még annyi se. Ehhez képest erős, olyan, mint a Wukong ebben a szemben. Nem kell bele forma és OP. És ez is csak a Wukong úgy OP, hogy OP as fuck, hogy még forma nélkül is. De ez egy olyan solid frame. Balanszolva van a mai Warframe játékosnak, nem a ősatyáknak, akik 3 óra szörvervőrnél elégítették ki magukat, és azt mondták, hogy na itt már talán elég lesz, de lehet, hogy megyünk még egy órát. Ezzel a frame-mel nem lesz rá szükség, hogy addig még, mert a Warframe már nem arról szól. Kétszer futottam amúgy neki a próbának, elsőről mentem ugye egy szomával, és egy nagyon jó kis tapasztalatom volt egy bizonyos dolga kapcsolatban. Azt tudjuk ugye, hogy a Warframe most nagyon sok mili karakter van, és egy ilyen felüdülés ez a Warframe is, mert nem az egyetlen, amelyek arról szólnak, hogy fegyver, lövés, lősz, mert hogy van annyi védelme neki, hogy tudsz lőni, és ez egy nagyon jó dolog volt. A kardomul pedig, mikor az első kört mentem, kardul ugye választottam a Destreza Prime-ot, ami rohadtul OP kard. A hátránya talán, hogy szólóban fókuszál egyenemire egyenként, de az kurva gyorsan ledarálja, szóval itt nem probléma. Nem volt nálam se Life Strike, se Healing Return, semmi, ami élettöltés volt, mert hogy ugye ott a hármas képesség és ott a tenom, hogy visszatöltsem az életemet. És nagyon gyorsan elhalt az elején a Sentrym, egy taxont vittem, mert úgy voltam vele, akkor lelassítja az enemiket, és a többi, tehát több védelmet tudok magamnak adni, de nagyon gyorsan elhalálozott a taxon, és kezdtem kifogyni a lőszerből is, és akkor nagyon gyorsan jött az ötlet, mi van, hogyha elkezdek kardozni, de a szoma maradjon meg a kezembe. És arra fókuszáltam, mert a nullifierek nagyon-nagyon nagy ellenség ennek a Warframe-nek, tehát egyszerűen hihetetlenül gyengéje. Minden esetben, azt hiszem, minden esetben a nullifier ölt meg. És nem azért, mert bementem a bubujjal, hanem amire lelőttem a bubuját, már ledemidzselt mindent. Na mindegy. És Destrezával kardoztam, jött egy nullifier, bibibibibi, lelőttem, és folytattam a kardozás, közben tudtam gyűjteni lőszert. Szóval egy nagyon kiegyensúlyozott dolog volt benne, és ez régóta hiányzik nekem így a Warframe-ben, ez a fajta játékstílus, és ennek a frame-nek megvan a megfelelő védelme, hogy ezt a játékstílust el tudja az ember játszani. A másik mondhatni ugye például egy Rhino, ami itt van. Végszó felé haladva, azt mondjam el, hogy nem fogom visszavonni azt, amit mondtam a bemutatóban. Ez a Warframe egyhangú. Sajnálom, de van nekem egy olyan érzésem, hogy ez a Warframe a feledés homályába fog merülni. Még megeshet, hogy ez lesz az új meta az exterminéteknél, gyorsan leexterminész vele, az kész, de még így is rohadt sok energiát fogyaszt, még mindig jobb az ember ebből a szempontból, vagy a volt ebből a szempontból erre az egész partira, szóval ha már Sentient Warframe-et adtak, miért nem inkább valami afelé haladóbb képességeket adtak volna, leszámítva az ultiát. Az ultia tényleg hasonlít egy Sentient ultira, mert hogy a pörög lézerek, stb. Tudjátok. Szóval, ha már egy dolon a téma, és az egy dolon az egy Sentient, akkor miért nem adtak neki mondjuk
passzív képesség helyett Tau Resistance-et, tehát passzív képességnek Tau Resistance-et, hogyha majd jönnek a szentientek, akkor legyen meg egy olyanuk, ahelyett, hogy lemegy a shield, akkor robban egyet. Vagy miért nem adták meg a kettes képességnek valami olyasmit, ami a szentienteknek is van egy ilyen damage blokkot, hogy mindenféle damage-re ellenállók leszünk, de rohadtul kb. Úgy, mint a szentientek, és nehéz lesz kinyírni. Miért nem valami olyasmit adtak inkább? És ugye látszik még, hogy megvan neki ez a vámpír koncepcióra, amivel először indultak, ugye a harmadik képesség, hogy elszívja az életet, köddé válik, és a többi. Tehát egy ilyen mix lett, minden és semmilyen. És ez nem tett jót ennek a Warframe-nek. Tehát úgy tetszik, ahogy kinéz, semmi nagyon extra amúgy, és úgy jó koncepciónak indult, aztán az egészből lett valami nagy massza, és akkor picsába hagyjuk, adjuk meg ezeket a képességeket, és adjuk ki, nekik örüljenek, mert hoztunk egy Warframe-et, ahogy megígértük minden fél évben egy új Warframe, vagy minden harmadik hónapban egy új Warframe, és ezt már fent tudják tartani, nem tudom, 5 éve, hogy minden harmadik hónapban hoznak egy új Warframe-et, elképesztő, szóval természetesen egy kicsit kifogynak az ötletekből, de és pont emiatt a Revenant fassa, de a feled is homályába fog merülni. Tehát tényleg így fejben kell tartsam, hogy hé, ez a Warframe létezik, és ezt hozzad, mert ez is jó. Ha van körülött egy csapat ez a Warframe, addig megy, ameddig jól esget, az ulti a gusztustalan erős, hát már azt várom, hogy mikor fogják leformolni, hát úgy darált le minden enemit, mint hogyha ott se lettek volna, akció közben elkapcsoltam a kettesbe az ulti, és mindegy volt, hogy Ancient Healer, Bombard, Heavy Gunner, amíg nem jött egy Nullifier, addig mindenki meghalt, és tök mindegy volt milyen szinten, elképesztően erős. Úgyhogy, hát jó, srácok, ennyi lett volna, ez így nekem az őszinte véleményem, erről most ezt tapasztaltam, számomra megmarad egy jó kis csapatjátékra, elég szólós frame van, elég erős, nem kell agyon modolni, hogy ebből is valami meta brokenizét lehessen csinálni, amúgy de szerintem képes lenne rá simán dolgokra, és egy olyan játékos kezébe, aki nagyon jól figyel sok felé, ez szerintem ezt a Warframe-et imádni fogja, az a kis apróságok miatt, amilyen van neki, hogyha tudsz sok felé figyelni, akkor szeretni fogod mindenképp ezt a Warframe-et. Ennyi. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, Discord szerverünk bárki számára, elérhető, lehet csatlakozni nyugodtan. Link a videó leírásba, a klán jelentkezés link a videó leírásba, kérdéseket várom, kommenteket várom a videó alatt, Facebookon, hogyha úgy tetszik. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!